Úgy gondoltuk, hogy a mai viszonyok között, amikor minden egy kicsit bizonytalan, nagyon örülnénk neki, hogyha egy-két témában a kollégák bővebb tájékoztatást kapnának, és az Apácai Kiadó segítségével szerveztük ezt a mai továbbképzést, kimondottan alsó tagozatos pedagógusok részére, és három nagy témakör köré csoportosítottuk tulajdonképpen ezt a továbbképzést. Lesz tájékoztató az általános iskolai kerettanterv értelmezéséről, helyi adaptációs munka segítéséről. Itt Fülöp Mária Aranytól díjas érdemes tankönyvíró tart előadást. A másik témakör az elsős átdolgozásokkal kapcsolatos, itt természetesen nagymértékben a tankönyvekre kell gondolni. Eszter Gályosné Földesi Katalin szintén Aranytól díjas érdemes tankönyvíró lesz a segítségünkre ebben, és most a következő tanévtől tervezik az új tantárgy az erkölcstan bevezetését. Ezzel kapcsolatosan bár folyik itt a városban az Apácai Kiadó szervezésében egy továbbképzés, és ezzel kapcsolatos tankönyv bemutatására kerül sor Fenyődi Andrea tankönyvszerző segítségével. Úgy érezzük, hogy a gyerekek erkölcs terén egy kicsit hanyatló stádiumban vannak, vagy nagyon rosszba, és ez a tantárgy ezért lenne fontos, hogy egy kicsit felkaroljuk, és jobb morált alakítsunk ki nekik. És természetesen a harmadik témakör azért fontos, mert a törvény szeretné lehetővé tenni, hogy első osztályból valami újat lehessen, tehát meghatározzák, hogy milyen tankönyvekkel tanítsunk, hogyan. Erről is reméljük, hogy kapunk valami tájékoztatást, mert még az a sok bizonytalansági tényező, ami itt van körülöttünk, az nekünk is jó lenne, hogyha egy kicsit szilárd alapokat kapna. Mi minden városi és városkörnyéki iskolát értesítettünk erről, és természetesen azok a kollégák, akiknek a munkaidejük, illetve az idejük lehetővé tette, ők itt lesznek, körülbelül 40-45 főt jelezték, hogy jönnek, és ezeket nagyon szívesen várjuk is.